Üdvözlöm Önöket a Demokratikus Koalíció online sajtótájékoztatóján. Újabb csontvázak hullottak ki a szekrényből TAU ügyben. Most leleplezünk ismét 2 hónapnyi számlát, és megosztjuk Önökkel, hogy pontosan mire költötték az adófizetői forintokat a Felcsuti Alapítvány vezetői. Évek óta tartó kemény munka, több ezer kilométer utazás és végtelen húzavona fekszik abban, hogy ma ismét itt állhatunk, és újabb TAU pénzek sorsáról számolhatunk be. Októberben már megkaptunk egy kupac számlát, bizonyára mindenki emlékszik rá, hogy ezekben szerepelt a Felcsuti foci utánpótlásnak 3 hónap alatt vásárolt 7000 túrórudi, a több százezres WC papírtétel, vagy a süteményre elköltött 500 000 forint. Néhány nappal ezelőtt újabb adag nehezen megszerzett dokumentummal lettünk gazdagabbak, és ebben sincsenek szerényebb tételek, mint a legutóbbiban. Íme néhány példa azok között, amiket én néztem át. 2012. február és júniusa között a Mészáros Lőrinc közeli foci akadémián 65 kg fornettit, 240 kg harcsát, 6 kg libamájat, 6500 darab zsemlét vásároltak. 800 000 forintot költöttek túróra, 300 000 tésztára és 2,2 millió forintot süteményre. A Demokratikus Koalíció szerint szégyen, hogy az egy foci akadémia büntetlenül nyelheti a közpénzmilliárdokat Magyarországon. És nehogy azt gondolják, hogy ezek valaha is le fognak állni, amíg hatalmon vannak. Most, a válság kellős közepén, miközben emberek kerülnek utcára, életek mennek tönkre, vállalkozások zárnak be, most is megkapják a magukét közpénzből. Ezért jusson eszébe mindenkinek az a több mint 2 millió forint, amit süteményre költöttek, amikor a gyerekével ott áll a cukrászda előtt, és azt kell neki mondania, hogy nincs pénz. Jusson eszébe mindenkinek a focistáknak vett libamáj, amikor már hó végén a felvágottat sem tudja megfizetni. Mi, európai magyarok gyalázatnak tartjuk ezt, és ezt fogjuk számon kérni a 2022-es választások után minden egyes forintot, amit az oligarcha kommandó kivett a zsebünkből, el fogjuk számoltatni őket. Szeretném még kiemelni, hogy összesen 11 000 darab tojást fogyasztottak 3 hónap alatt az akadémián hallgatók, és szeretném elmondani azt Önöknek, hogy ebből az alapanyag mennyiségből 500 gyermek egy hónapig étkezhetett volna ingyen. Köszönöm szépen, és átadom a szót Varjú László országgyűlési képviselő úrnak, a DK alelnökének. Az én számláimban sem szerepel kevesebb felháborító tétel, ezzel gondolom nem okozok nagy meglepetést. Összességében igazából egy dolog vigasztal. Márha mondhatjuk ezt, hogy az évek óta tartó rétestésztaként nyúló harcnak, dokumentumokért legalább van értelme, hiszen amit itt van előttünk feketén-fehéren készen, az egy komplett vádirat Orbánék és a haverok ellen. De akkor nézzük, mit is tartalmaz az én vádiratom. 2014. június, július, augusztus során, tehát ebben a 3 hónapban elköltöttek többek között 196 000 forintot süteményre, 230 000 forintot csokira, bizonyára nagyon édesszájúak a sportolók, valamint ezen felül még 351 000 forintnak éttermi számlákra kellett elkölteni. A Demokratikus Koalíció szerint szégyen, hogy egy foci akadémia büntetlenül nyelheti el a közpénzmilliárdokat Magyarországon. Szégyen az, hogy magyar családok kerülnek kilátástalan helyzetbe, de a foci akadémia számolatlanul költheti a közpénzt arra, amit csak megkívánnak. A Fidesz kormány 11. évében vegyük észre, hogy süllyed az ország, vegyük észre, hogy a gazdasági válság közepette a pánik kormány energiáit még mindig az viszi el, hogyan lehetne még mindig többet és többet ellopni a közpénzből, a magyarok pénzéből. A Fidesz mára egy feneketlen zsák lett. Nincs az az összeg, amit ne tudnának maguk között elosztani, miközben az ország tönkre megy, az emberek elmenekülnek, és akkor semmi más nem maradt itt, mint egy rakás, gazos stadion, meg néhány elhízott oligarha. Mi, európai magyarok, nem ilyen jövőt szánunk az országnak, ezért fogjuk leváltani az Orbán rendszert 2022-ben. Köszönjük megtisztelő figyelmeteket!